Dombóvárral bővült a General Biztosító országos hálózata. A cég célja, hogy minden járásban rendelkezzen ügyfelek fogadására alkalmas irodával, hiszen az országos tendenciáknak megfelelően a Generálnál is növekszik a nyugdíj megtakarítások aránya. Új biztosító képviselet nyílt Dombováron. 2006 óta nem tudtak helyben ügyet intézni a generáli biztosító ügyfelei, pedig 1000 lakást biztosít a cég a városban és környékén, ezen kívül 1300 gépjárművet és 400 dombóvári, valamint környékbeli lakosnak életbiztosítása is van a cégnél. Szükségét láttam annak, hogy legyen. Az ügyfelek sokkal magasabb szintű kiszolgálása érdekében szükségük van a jelenlétre, és szükségük van arra, hogy legyen kihez fordulniuk. Nekem hitvallásom, ahogy mondtam is, az emberközpontúság. Az ember számít, az ügyfél számít, és nem pedig az, hogy a legdrágább biztosítást adjam el. Személyre szabottam mindenkinek azt, amire neki szüksége van. A lakosság szélesebb körű és teljes kiszolgálása a cél, tette hozzá Franz János. Az ünnepélyes megnyitón a város első embere arról beszélt, az új biztosítóirodával színesedik a város palettája. Ráadásul tette hozzá a dombovári járási hivatal vezetője, a cég hálózati elképzelése illeszkedik a járási rendszer struktúrájához is. Kereslet van rá, ezt tapasztaljuk a napi tárgyalásokon. Fizetőképes kereslet is úgy látom, hogy fokozódik, egyre többet szánnak rá, egyre jobban tudatosul az emberekben az, hogy nem valószínű, hogy lesz olyan mértékű nyugdíjunk, amiből meg fogunk tudni élni. Itt a cél nem nagyobb, mint hogy a nyugdíjas éveket is ugyanúgy tudjuk eltölteni, ugyanúgy tudjunk élni, ahogy ezt tettük aktív korunkban. A nyugdíjbiztosítások csak most vannak úgymond felfutóban. A Generáli felismerve az igényeket igyekszik nyitni ebbe az irányba, hiszen egy nemrégiben végzett felmérés szerint már 30 éves kor felett fokozott az érdeklődés az ilyen biztosítási termékek iránt, tehát már a fiatal felnőtt korosztály is aggódik nyugdíjas évei miatt. Az életbiztosítás nem összekeverendő a nyugdíjbiztosítással, amely valójában egy több évtizedes megtakarítás. Ráadásul az idei évtől adókedvezmény is jár rá, tehát a befizetéseink 20%-át évente legfeljebb 130 ezer forintot adókedvezményként visszaigényelhetünk. Ezért csak annyit vár el az állam, hogy 65 éves korig rendszeresen fizessük a díjakat.